Most! Paks és környéke aktuális témáit, eseményeit hozzuk adásba. Vendégeink adásban értékelnek, elemeznek, beszámolnak, hogy tájékozottak legyetek. Adásban! Minden vasárnap délelőtt 9 és 10 óra között a Paksetement. A házigazda Somodi Solymos Eszter. Szép napot kívánok, így vasárnap délelőtt 9 óra után. Én Somodi Solymas Eszter vagyok, és a mai vendégem a legaktuálisabb kérdésben érkezett, hiszen Antóni Józsefné Editet köszönthetem itt a stúdiónkban, aki a Paksváros önkormányzatának legújabb képviselő testületi tagja. Köszöntünk itt Edit nálunk a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat. hallgatókat. Hát... Szerintem ez a hír, ez a diákoknak, szülőknek nem feltétlenül annyira újszerű volt, hiszen mi már ismerünk téged, és még mielőtt belemennék, hogy egy kicsit viszont megismertessünk azokkal, akik nem ismernek téged, felmerül a kérdés, hogy amikor egy ilyen hírt megkapsz, hogy hát akkor utcú neki és képviselő lehet, mi volt az első gondolat, ami felmerült benned? Hát megmondom őszintén, meglepetésként ért a, a hír és a felkérés is, és azon gondolkoztam, hogy Úristenén tudok úszni, de a tengerbe, hogy fog ez sikerülni, de úgy gondolom, hogy ha ezt nem tudnám megoldani, akkor két évvel ezelőtt se próbálkoztam volna az úszással. Nos, hát kedves hallgatók, akkor megtudhatjuk majd a következő percekben egy órában, hogy hogyan is fog tudni Edit úszni a tengerben. De hát egy kicsit betekintünk a második Rákóczi Ferenc általános iskola területére is, úgyhogy maradjatok velünk, hiszen színesek leszünk itt a következő egy órába. Visszatérünk! Minden vasárnap délelőtt 9 és 10 óra között adásban. Paks és környékének aktuális témáival, eseményeivel. Adásban. És ahogy ígértem, ismét itt vagyok vendégemmel, Antóni Józsefné Edittel, akit most tulajdonképpen azért hívtam meg, hiszen képviselőtestületi tag lett, és hát akkor adódik a kérdés nálam, hogy azt már megbeszéltük, hogy hogyan fogadtad. De ilyenkor azért nyilván az ember, főleg aki nem először kap nagy feladatot az életében, hiszen a második Rákóczi Ferenc általános iskola igazgatójaként azt gondolom, hogy igencsak már megtanultad, milyen a nagy feladatok ellátása. Milyen gondolatokkal vagy célral indultál neki ennek az új feladatnak? Nyilván ilyenkor, amikor az ember egy ciklusba érkezik beképviselőként, abba az adott évben olyan sok új ötlete nem lehet, mert arra az adott évre már minden eldöntetett. Természetesen, amikor egyéni képviselőként indultam, nekem is volt egy csomagom, amit összeállítottam, amit szeretnék megvalósítani. Azóta van, ami ebből megvalósul, de nyilván vannak még feladatok, amit szeretnék továbbra is erős lobbival képviselni a képviselőtestületbe. És hát azt gondolom, hogy nagy örömünkre most már akkor, ha jól számoltam, akkor három hölgy is ül a képviselőtestületbe, tehát azt gondolom, hogy itt panasz nem érheti a várost, hogy azért a női gondolatok is bebe -be tudnak í um, csapódni egy-egy egy testületi ülésre. Így van a férfi képviselő társaim poénkodtak is ezen most az eskütétel előtt, hogy most már elég lesz a hölgyekből, mert ők lesznek túlsúlyba. Hát azért még ott nem tartunk. De mi azért hölgyekként meg nagyon örülünk neki. Azt is tudjuk, hogy 2019-ben, amikor elindultál a képviselőként jelöltetted magad, akkor, akkor tulajdonképpen utána azért teljesen nem engedted el a város kezét, hiszen a Humánpolitikai bizottság tagjaként azért erősítetted a várost. Hát nem ismeretlen területre keveredtem most valóban, mert hogy igaz, hogy minimális szavazattal, de elmaradtam a saját egyéni körzetembe, de igen, humánpolitikai bizottság tagjaként dolgoztam tovább, és rálátással voltam az önkormányzati eseményekre, történésekre, így azért nem ismeretlen a terület. És hát azt gondolom, hogy a megkerülhetetlen kérdés, hogy kinek mi a célja azzal, hogy képviselő legyen. Nem tagadom, korábban beszélgettünk, és nagyon megfogott az a mondat, amit mondtál, hogy neked mi is a fő célod azzal, hogy képviselő legyél, kikért szeretnél tenni. Igazság szerint én azt vallottam 19-ben, és most is, hogy én képviselő szeretnék lenni, és nem politikus. Tehát a Paks az én városom. Ezért mindenkinek, akinek kérdése, problémája van, állok elébe, fogadom nagy szeretettel, de vannak azért az embernek szívecsücske területei, és nyilván az egyik szívecsücske az embernek ott, ahol elindult egyéni képviselőként. Mennyibe befolyásolja most a hétköznapjaidat, a mindennapjaidat ez az új feladatkör? Mire számíthatnak akár az iskola tanulói, dolgozói és a szülők is? És továbbá hogyan lehet téged ezek után keresni? Egyáltalán lehet-e keresni? Új időrendet kell magamnak kialakítani. Nyilván ez sok plusz feladattal jár a három bizottság, illetve a magák az ülések, illetve előtt az egyeztető értekezletek, nyilván az óra renden figyelembevételével, mert hát a fő munkahelyem továbbra is a második Rákóczi Ferenc általános iskola, az óra renden figyelembevételével vételével fogjuk kialakítani ezeknek a megbeszéléseknek az időpontját, ebben nagyon segítőkész mindenki. Természetesen lehet keresni, ugyanúgy lesz nekem is fogadó órám minden hónapban, annak az időpontja most egyeztetés alatt van még. És és tanárként is tudod jól, hogy milyen az, amikor valakinek azt mondják, hogy frappánsan mutatkozz be, kérlek, hogy megismerjenek, mert az idő az szűkös. Te mit mondanál egyébként frappánsan? Hogyan lehetne téged bemutatni, hiszen én mióta emlékszem a világra, azóta tudom, hogy te itt vagy Pakson. De honnan is kerültél ide, és a családod egyébként mi, mi, mi mindennel foglalkozik, hiszen nem csak te magad vagy ismert? tényleg elég régóta vagyok Pakson, és azért mondom, hogy Paks az én városom. 85 óta élünk itt a családommal, tényleg ismernek bennünket, és remélem a szó jó értelmébe. A férjem az erőműbe dolgozik, kosárlabdázott ő is, mind a két gyermekem kosárlabdázott, a lányom már abba hagyta, pillanatnyilag ő egyetemista, de a fiam a mai napig kosárlabdázik. Az életünk a sport. Az atomvárosba is akkor emiatt is érkeztetek, nem? Az atomvárosba is emiatt jöttünk, a férjem kapott megkeresést, de akkor Bajánkos állapdázott, és ő kapott megkeresést, és így kerültünk Faksra. A pedagógus szakma, mint elhivatás, neked honnan érkezett, mit lehet tudni, mikor érezted azt, hogy pedagógus szeretnél lenni? Igazság szerint mindenki azt mondja, hogy ó, ez volt a vágya, álma. Ha én őszinte akarok lenni, nekem nem ez volt az elsődleges vágyam de hát a sport itt is beleszólt, mert én Kiskun-Firegyházen közgazdasági szakközépiskolába jártam, ahol behatárolt tantárgyak vannak, és nekem az első gondoltam az volt, hogy én erdőmérnök szeretnék lenni, hát jót mosolyogtak rajtam akkor, mert hogy közgazdaságiban semmi olyan tantárgyat nem tanultunk, ami a felvételihez kellett volna, úgyhogy átgondoltam a dolgokat, és úgy gondoltam, hogy én nagyon szeretek a gyerekek között, és én egy nagyon központi ember tudok lenni, ezért úgy gondoltam, hogy jó lesz nekem. Gondolkoztam, hogy ovónő, vagy, vagy tanítónéni, aztán azért a kor szerint a tanítónéninél döntöttem. És hát amikor a pályafutásodat elkezdted, akkor nyilván megjött a gyakorlat, és mióta vagy iskolaigazgató? Iskolaigazgató 2013 óta vagyok, előtte igazgatóhelyettesként dolgoztam, Tilnél Krisztina mellett, Akinek nagyon sokat köszönhetek, mert nagyon sok mindent tanultam tőle, hogy hogy kell egy iskolát vezetni. Ennyi idő után lehet azt mondani, hogy akkor ez már rutinból megy? Nem, sose lesz rutin egy iskola vezetés. Mindig vannak olyan feladatok, új feladatok, amit hirtelen azonnal meg kell oldani, illetve mindig kapunk új kihívásokat, amire bizony nagyon alaposan fel kell készülni. Ilyen volt ez a 2020-as év is. Ilyen volt a 2020-as év is. Az online oktatás nagyon nagy feladat elé állított bennünket, de szerencsére elég innovatív pedagógusaink vannak, akik gyorsan megtalálták azokat a platformokat, ahol az online oktatást meg tudjuk valósítani. Hamarosan ismét visszatérünk, és ígérem többet megtudhatunk, hogy a kihívások elé állított Antoni József Néedit milyen trükkökkel tud előre haladni és megoldani a problémákat. A magsefemen. adásban kérdezünk, adásban hozzuk a választ. Adásban. És ahogy megszokhatták a hallgatók, én ha azt mondom, hogy visszatérek, akkor mindig visszatérek vendégemmel, aki ezúttal Antoni Józsefné Edit, Paksváros legújabb képviselő testületi tagja, és hát ott hagytuk abba, hogy azért az élet tud kihívások elé állítani, és akkor gondoltam, hogy beszéljünk is talán arról, hogy a kihívásoktól meg lehet -e rettenni, vagy sem, és szerintem sokat elmond valakiről, hogy egy kihívás, egy nehézség előtt ha áll, akkor miként reagál rá? Edi, te amikor láttad, hogy hát az élet azt a labdát dobja, hogy amilyen még soha nem volt, az most jön, és neked is, nektek is meg kell oldani, akkor miként fogtatok hozzá a testülettel? a tantestülettel? Hát, hirtelen nagy-nagy gondolatokat kellett körbeküldenünk, hogy hogy fogjuk ezt megoldani, de mint mondtam már, szerencsére elég jó innovatív tantestület vagyunk. Gyorsan tagozatonként, tantágyi tartottunk megbeszéléseket, megkerestük azokat a főbb vonalakat, ami mellett tudtunk tovább dolgozni. Ugyanis egy online oktatás keretén belül azt nem lehet megvalósítani, hogy 0-24-ig tanítunk egy gyerekcsapatot, illetve azt se, hogy 100%-ig leadjuk azt, ami a, a tantervben van. Szelektálni kellett, és ezeket a szelektálásokat kellett nagyon gyorsan elvégeznünk azt gondolom, hogy azért problémákban, nehézségekben, mikor elkezdték az online oktatást, mindenki beleütközött, hiszen olyan területre tévedtünk, mi szülők, gyerekek és tanárok is, ami még eddig nem jártunk. Te miként látod, hogy amikor jött egy probléma, általában retteg az ember, akár egy, ha tanárt veszek, hogy jaj, nekem ez nem sikerült, be se tudtam lépni, hozzá se tudtam adni a gyereket a csoporthoz. Mi vittiteket teket előrébb, és mi volt ez, ami miatt mondjuk a tanár nem érezte magát úgy, hogy jaj, igen, az én képességeim az online térben nem jók, és decik ki. Tehát hogy lehetett azt elérni a pedagógus kollégáknál, azért ne hazudjunk, ez a fiatal generációnak könnyebb használni. Azért az idősebb nem azért, mellusta, nem szorult eddig rá. Ti miként tudtátok ezeket a különbségeket elsimítani, hogy senki ne rosszul érezze magát, hanem a megoldást keressétek? azt mondanám, hogy nem voltak nehézségeink, nem mondok igazat. Természetesen, hogy voltak nehézségeink de nagy hálával tartozom a fiatalabb kollégáknak, akik felkarolták az idősebb, kevésbé uh, informatikában járatos kollégáinkat, és bizony-bizony sok-sok órát töltöttek el azzal, hogy nekik segítsenek. Itt senki se érezte azt, hogy nem tudja megoldani ezt a feladatot. Lehet, hogy néha a gyerekek súgtak, hogy talán azt ott meg kéne nyomni, de ettől függetlenül lassan-lassan uh, mindenki felvette a ritmust, és kisebb, nagyobb problémák mellett azért megoldottunk mindent, de mondom köszönet a fiatal kollégáknak, akik tényleg szárnyuk alá vették most, fordítva, mint ahogy eredendően van, most fordítva az idősebb kollégákat, és nagyon sokat tanítottak nekik. Az embernek első hallás olyan könnyűnek tűnik, hogy ó, hát áthelyezzük az online térbe az oktatást, mármint abból a tekintetben, hát hogy mi a különbség, ott is elmondja a tanár, meg a terembe is elmondja a tanár. És saját bőrömön tapasztaltam, hogy nyilván nekem is kellett műsort átstruktúrálnom az online térbe. Hát nem volt egyszerű Skype videón keresztül egy-egy interjút elkészíteni, hiszen nem úgy láttam a reakciót, nem nem úgy hallottam a lélegzetvételét, hogy tudjam, hogy mikor szólja közbe, vagy mi a probléma, vagy, vagy, vagy egyáltalán. Talán most érti-e, hogy mire szeretnék rátérni. Ti mit tapasztaltatok, tanárok, hogy ez, ez mennyiben változtatott a ti trükkjeiteken, hogy hogyan tudjátok a figyelmet fenntartani? Mert azt hiszem, hogy ez egy hatalmas feladat volt, mert ráadásul előttetek nem egy valaki ült, mint nálam az interjú során, hanem sok-sok gyerek. Így van, tehát el kellett érni azt egyáltalán, hogy a gyerekek felkeljenek, odaüljenek a géphez és bejelentkezzenek az órára. Nyilván ez különböző az alsosoknál és a felső tagozatnál. Az alsosoknál a tanítónénik több kis csoportot csináltak, mert úgy nekik könnyebb volt, és külön-külön tartották meg a kis csoportoknak az órát nyilván ugyanazt az anyagot, és ők mindig adtak egy plusz lehetőséget, hogy egyenként tudjanak beszélgetni azzal a kis gyerekkel, aki esetleg lemaradt, vagy éppen nem tudott géphez ülni, mert nem volt otthon szülő. A felsősöknél ez már egy, egy könnyebb feladat volt, ott már zsiványok voltak a gyerekek. Náluk többször kellett megszólítani az órán a gyerekeket egy-egy válasz erejéig, hogy tudjuk, hogy ott van az órán. Így van. A kikapcsolt kamerák és a háttérállításával való játszadozás az azt hiszem, hogy náluk gyakran felmerült. Igen, általában a kikapcsolt kamerával dolgoztak, főleg a fősős gyerekek, de ugye nekünk volt egy olyan. Sorozatunk, hogy mindig készítettünk az online oktatásról képeket, feltettük a felületünkre, hogy lássák a szülők is, hogy hogyan dolgozunk. Ilyenkor azért megkértük őket, hogy legyetek kedvesek bekapcsolni a kamerát, hogy tudjunk rólatok képet készíteni. Hát voltak érdekes helyzetek, nyilván pizsama meg ágyból hasonló, de ott voltak az órán. A szülők mennyire mertek érdeklődni és kérdezni, hogy hol tart a gyerek, vagy mire figyeljenek? Mindig azt mondják, hogy nagyon fontos a kommunikáció, és hogyha, hogyha a szülő nem is kérdez, úgy lehet, hogy nem is derül ki számára, hogy valami probléma van. Hát igen, ilyenkor a szülői értekezlet és a szülői konzultáció is nehézkes volt, ugye mert iskolába se lehetett bejönni, a kapcsolattartás a szülőkkel ugyanúgy a szülői messenger csoportokon, illetve telefonon keresztül zajlott. A kicsiknél nem mondom, hogy nem volt ott a szülő az órán, tehát ott könnyebb volt a helyzet, mert a szülő is meghallgatta az órát jó részben, úgyhogy ott utána könnyebben tudott beszélgetni a tanítónénivel, a fősősöknél azért a, a, telefonos fogadóra száma egy kicsit megnőtt. Azt gondoltam, kénytelenek voltak telefont ragadni a szülők is. Mi mondható el egyébként, mi a tapasztalat, mert nyilván a szakemberek sem tagadják, hogy azért egy ilyen időszak után azért nem ugyanazon a szinten tartottak a gyerekek évzáráskor. Ti mit tapasztaltatok egyébként, hogy való igaz, hogy, hogy azért nem úgy haladt ez az év, hogy kellett volna eredetileg? ez így van, tehát aki más mond, az akkor is sem mond igazat, valósat, tényleg, mivel hogy azért nem akkor a odafigyeléssel ültek a gyerekek a számítógépek előtt, mint az iskolában. Nem lehetett annyira észrevenni, hogy ki az, aki figyel, és ki az, aki nem figyel. Nyilván, amikor visszatértek, akkor ismétlések. Ez az első online után is így volt, és a mostani online után is így volt, hogy ismétlésekkel kezdtünk, a hangsúlyokat kezdtük újra, áttanulni, amit tudtuk, hogy a következő évben fontos lesz, vagy ne Isten a felvételihez, kiemelt terület, és nagy figyelmet kell rá fordítani. Ebben a nehéz időszakban egyébként a versenyzések volt valamelyik, amelyiket akkor online is megtartották, vettetek részt online versenyen, vagy egyáltalán nem? Tehát ez teljesen leállt ebbe az időszakban. A tantárgyi versenyek közül nagyon sokat megtartottak online, úgyhogy ö, otthonról tudták megírni a gyerekek, és azért így is elég szép eredményeink voltak, matematikából is, magyarból is, angolból is, de ez nálunk azt mondom, hogy már megszokott tény. Így van, és hát én, én nem tudom te, hogy érzékeled, az én lányom ugye Rákóczi Ferenc általános iskolába jár, de valahogy azt éreztem az idei tanév kezdetekor, hogy ez az egész történet valahogy nem letörte az embereket, hanem úgy, úgy, úgy mentünk neki ennek a jelenléti oktatásnak, hogy ah, oh, hát a tavalyi évet túléltük, akkor ez már gyaloggalop lesz. Ti is így éltétek meg, hogy megerősödött a tantestület? Ez az igazság, hogy mindenki nagyon várta, hogy újra együtt lehessen a kollégájával, de ez ugyanaz vonatkozik a gyerekekre is. A gyerekeknek nagyon hiányzott a társa, a közösség, és én úgy gondolom, hogy egy új lendülettel, egy új pozitív irányjal indultunk neki ennek a tanévnek, és a kollégák is nagyon örülnek annak, hogy jelenlétében lehetünk itt sokkal könnyebben oldják meg a feladataikat, mert ez így van, de nyilvánvaló a kollégáknak az egymással való szakmai tapasztalatcseréhez is nagyon kell a jelenléti oktatás. Na de hogy ez a tanév hogyan kezdődött, és mit lehet erről tudni, milyen feladatokkal küzd még Antoni Józsefné a képviselőtestületi képviselő -testületi feladatok mellett, ez a következő blogba kiderül, de hát egy kis zene után visszajövünk. Adásban kérdezünk, adásban hozzuk a választ. Adásban. Adásban érkeztem valami újjal, valami eddig nem annyira köztudottal, hiszen a héten Antoni Józsefné edit letette esküjét, és Paks város legújabb, legprissebb képviselő úgyhogy most már lehet őt keresni, lehet őt bombázni az ötletekkel, lehet vele beszélni a város helyzetéről, és lehet rá számítani a jövőben. De hát itt az elmúlt percekben mi már tovalovagoltunk, mert azt gondolom, hogy az ember milyen munkát tud teljesíteni, és ki maga valójában azt az eddigi pályafutása élete sokkal jobban tükröző. Úgyhogy ezekről beszélgettünk, innen folytatjuk a beszélgetést, és hát valahol ott is hagytuk abban, hogy a pandémiás évet gyorsan zárjuk is le, és lovagoljunk tovább, hiszen októbert írunk, és megkezdődött az új tanév, amivel szerintem megújult erővel, és nagy örömmel kezdtetek, hiszen jelenléti oktatásban tudtatok hozzáfogni. Mi mondható el egyébként a visszaérkezett gyerekekről, hogy azért ők azt mondták, hogy örülnek, hogy visszajöhetnek, nem? A nagy többsége nem mondta azt, hogy otthon szeretne pizsamába tanulni egy kijelző előtt. Nem, a gyerekek is örömmel fogadták a jelenléti oktatást, nekik is hiányzik a közösség. A barátkozás, az apró csintevések, amit az iskolába is elkövetnek, de ez teljesen normális dolog, én úgy gondolom, a gyerekek részéről, de a közösség kellett az, hogy megbeszéljék a problémáikat ott az adott pillanatban. És a tanárok szerintem szintén úgy vannak vele, hogy hát kipróbálták, milyen az otthonról oktatás, vagy hát nekik a tanteremből oktatás az otthon ülő diákoknak, és talán leginkább bőkrülnek annak, hogy ismét face-to-face uh, -face taníthatják a gyerekeket. Ez így van, a kollégák nagyon örülnek a jelenléti oktatásnak, ők sokkal jobban szeretnek szemtől szembe, ahogy mondtad, a diákokkal állni, azonnal tudnak reagálni bármilyen problémája, azonnal látszik, ha valamit nem ért a csoport, és akkor máshogy, máshogy próbáljuk magyarázni, másképp folytatjuk az órát. Én annyira örömmel fogadtam a kis 8 éves, lassan 9 éves kislányomnál, hogy a közösségi élet újra beindult. Ő mindig is egy nagyon nyitott gyerek volt, mondhatni lehet, hogy egy kicsit rámütött, de, de egy idő után láttam rajta, hogy változik a gyerek változik, és, és, egyre kevésbé igényli azt, hogy, hogy emberek között és gyerekekkel legyen, vagy amikor olyan helyzetbe került, hogy már egy kicsit lehetett, újra meg kellett tanulnia mindezt. Ti is tapasztaljátok, hogy a gyerekeknek vissza kellett rázódni ebbe a szociális térbe, környezetbe, hogyan viselkedünk egymással, tudjuk a konfliktusokat kezelni, nem kell azonnal elsírni magunkat. Voltak hasonló esetek így szeptemberben? Igen, ez sajnos a online oktatásnak a következménye volt. Tehát sok gyerek visszahúzódó lett. Irak ki kellett alakítani a kapcsolatokat, a barátságokat, és ez most nagyon nagy feladat az osztályfőnököknek, a tanítóknak és magának az iskola közösségének is azt gondolom, hogy az a tapasztalat így napjainkban, hogy most már azt megtanultuk, hogy ne, ne, mindig rettegjünk és arra készüljünk, hogy semmi sem történhet az életben, hanem, hanem készüljünk arra, hogy, hogy minden rendben lesz, induljunk ki ebből, ha nem, akkor majd újra tervezünk. Úgyhogy, ha jól tudom, akkor ti is így indultatok ennek a tanévnek neki, és úgy tervezitek, hogyha lehetőség nyílik rá, akkor a szülők is tudnak találkozni. Így van, mi úgy indulunk, hogy ez az év teljesen normális év lesz, rengeteg programot terveztünk be, rengeteg olyan programunk lesz, ahova a szülőket várjuk, úgyhogy mi is arra számolunk, hogy a tanév teljes rendben le fog zajlani, és minden programunkat, ami sajnos az előző másfél évben elmaradt, most meg tudjuk tartani és pótolni tudjuk. Nyár végén voltam egy zsúron, ahol a szülőkkel pont azt beszéltük, és azóta egy baráti e, találkozó alkalmával is azt beszéltük, hogy emlékeztek, amikor a Rákóczi suliba voltunk a bálon, mennyire jó program volt, és mennyire jól éreztük magunkat, hogy egy, ezek az igazi bálozások hiányoznak. Nyilván szülők, mi már nem a e, diszkókban szeretjük ropni az ütemet, hanem szeretjük egy kicsit ezt a baráti légkört. Én tudom, de azért mondjuk el, hogy, hogy novemberben bálosztok is, bál lesz tartva 27-én, igaz? Így van, november 27-én tartunk egy jótékonysági bált. Már tavasszal szerettük volna megtartani, de sajnos akkor a pandémia azt nem tette lehetővé. Most viszont megtaláltuk azt az időpontot, amikor a zenekar is ráér, és november 27-én egy jótékonysági bált tartunk. Van egy tanulónk. Etesi Anett kislányunk, akinek a gyógykezelését fogjuk ezzel támogatni. Hát azt gondolom, hogy akkor ez egy remekbe szabott hatalmas nagy feladat, hiszen sok rendezvényszervező is mondta, hogy egy kicsit kiestünk a rutinból, mert az elmúlt évben nem nagyon kellett. Ez ilyenkor milyen feladattal jár nektek igazgatóként és pedagógusként is, hiszen ez nem olyan, hogy kinyitom a kaput és jöhettek szórakozni. Nyilván egy bálnál, főleg ha ez egy jótékonysági bál, akkor ez alapos előkészületeket igényel, mert nyilván akkor van sikere egy bálnak, hogyha a sok résztvevője van, és természetesen jól is érzi magát az ott jelenlévő közönség. Hát most mi elindultunk, akkor keressük azokat a szponzorokat, akik a bált meg tudják támogatni, keressük azokat a szponzorokat, akik a tombolához ajándékot tudnak felajánlani, és az összes technikai, a padok, az asztalok, a díszítés, most minden ránk vár ennek a lebonyolítása. És a zenekar pedig szintén felajánlotta magát. Így van, a zenekar felajánlotta, úgyhogy ők jönnek, hozzájuk alkalmazkodtuk, megmondom őszintén, egy korábbi időpont volt kinézve, de hát akkor az eszi szalagtűzője lesz, úgyhogy a zenekar két tagjának a csemetéje szalagtűzős, úgyhogy nyilván akkor át kellett tenni az időpontot, de nem okozott problémát, így innen szervezzük tovább. A netet ugye nagyon jól ismerhetik a hallgatók rajtunk keresztül is, és azt gondolom, számos felületen ismerhetik már. E, azt is talán fontos tudni, hogy ez, ez egy ilyen rendezvény sosem korlátozódik le csak a az odajáró diákokra és szülőkre. Ezt sokan elfelejtik. Én, amikor az óvodába járt a gyerek is, akkor sokan meglepődtek, mikor hívogattam az ismerősöket, barátokat, vagy mondtam, hogy akár támogatói egyet is lehet vásárolni. Ez tulajdonképpen egy, egy olyan jótékonysági lehetőség, amivel bárki élhet, akár megjelenve, akár pedig támogató jegyel. is így van ez. Természetesen nálunk eddig se volt egyik bár sem zárt, csak a szülői közösségünkre. Az egész város vagy városon kívülről is várunk természetesen vendégeket. Ez egy egész városra vonatkozó meghívás. Úgy gondolom, hogy ebbe az esetbe, de bármilyen bár esetében is az összefogás az együtt. Szórakozás egy kifejezetten jó program és egy jó esemény. A másik hatalmas nagy feladat, amiben uh, még a pandémia előtti jó magamnak is részt kellett venni, az az adventi időszak. Vannak-e ezzel kapcsolatban újabb hírek, hogy uh, még szeptemberben ugye azt, azt tudhattuk, vagy ar arra tippeltek, hogy lehet, hogy nem lesz ez az adventi vásár, most viszont uh, lehet, hogy készülhetünk, én is készíthetem a kis kezeimet? Igen, éppen a héten kaptunk értesítést arról, hogy a város megrendezi az adventi vásárt, és ugye aki járt kelt a korábbi években az adventi vásárba, az találkozott velünk ott egy kis házba, vagy egy sátorba, ahol a gyerekeink által készített kézműves termékeket jelentettük meg a piacon. Ez csúnya szó, de így van. Jelentettük meg a piacon, és azokból való bevételeink az alapítvány számlájára kerültek. Az alapítványunk ezt mindig a gyerekeknek forgatja vissza, tehát bármilyen kirándulásra, bármilyen eszközre innen szoktunk fedezetet biztosítani. Igen, ez mivel friss hír, ezt a jövő héten kell a szülői munkaközösséggel, illetve a pedagógus közösséggel megbeszélni. Azt hiszem azért ezek azok a feladatok, aminek örömmel fognak a szülők is nekiállni. Nyilván mindenki úgy van vele, hogy szűk az ideje. Nekünk is szűk az időnk, úgyhogy már csak egy rövid időre térünk vissza, de ne felejtjétek, még jövünk. Box vasárnap délelőtt adásban. Adásban ennél nagyobb örömmel nem is ébredhettem volna vasárnap reggel, hogy 9 órától ismét érkezhetek, és hát nem egyedül, mert az úgy nagyon unalmas lett volna, én, így műsor, műsor nem tudnék vezetni, úgyhogy Antoni Józsefné Editet invitáltam meg, hiszen volt is apropó, nem is kicsi, hiszen most már a várost erősíti képviselőként. Nagyon sok mindenről beszélgettünk, én azt gondolom, azt, hogy hogyan fogadtad, mik a célkitűzések, egy kicsit a szakmáról, egy kicsit a családról, de nagyon megragadott az elején az a mondat, ami többször is elhangzott, hogy Paks az én városom. És arra gondoltam, hogy mielőtt elköszönünk a hallgatóktól, azért fejtsük is azt ki, hogy neked mit jelent Paks az én városom. hát Mi, amikor ide idekerültünk, alföldiek vagyunk, ahogy beszélgettünk róla a kiskonfélegyháziak, egy nagyon kis családias kis városba csöppentünk bele, és nyilván a sport egy külön közö, közösség, de, de szeretettel fogadtak bennünket, úgyhogy otthonra találtunk itt Pakson. Ezért most már, ha megyek valahova, és megkérdezik, hogy hova megyek, haza megyek, Paksra megyek haza, vagy Kiskumfi házara onnan jöttem. Tehát már többet éltem itt, mint a szülővárosomba. Tehát ez a város nőtt hozzám, láttam a fejlődését 85 óta és tudom, hogy még hova fejlődhet. Tehát én itt nagyon jól érzem magam, és otthon érzem magam. Olyan érdekes napjánkban tudjuk jól, hogy nagyon szeretnek az emberek negatívak lenni, vagy egy kicsit a dolgokat a sötétebb oldalról nézni, és paksa is mindig azt mondják, hogy mert mi milyenek vagyunk. És nagyon érdekes, amit említettél, hiszen akik ideérnek akár mostanában a városba is, azért zömmel én, akikkel beszélgettem, akár külföld is, azt mondta, hogy hogy le a kalappal. Befogadó közösség vagyunk, akárki, akármit állít, a tapasztalat az azt mutatja, hogy befogadó közösségek vagyunk, de akkor te is ezt tapasztaltad meg 85-ben. Így van, tehát befogadó közösség, ezt aki más mond, az, az nem gondolja át rendesen a mondani valóját. Mi tényleg nagyon jól éreztük magunkat itt, vagy érezzük magunkat itt, bocsánat, és bárkinek ajánlom, és akivel beszélgetünk, és mondjuk kisebb, hosszabb, rövidebb ideig mondjuk Pakson élt, sportolt, mert hát ugye nyilván Igen, az, a az a mi területünk. Ők is azt mondták, hogy itt annyira jól vol, jó volt élni, itt tartózkodni, biztonság volt, ha gyerek volt, annak is megvolt minden, ha nagyobb gyerek volt, annak is megvolt minden. Tehát nyugodtan lehetett bárhova menni. Igaz, hogy van, nem lehetett Pakson, mondjuk elintézni vagy beszerezni, de nincsenek távolságok. De hazajönni nyugalomba, békébe az mindenek előtt van. Jó magam is az Alföldről, a hajdúságról származok, úgyhogy azt hiszem, hogy ebbe kezet hogy látjuk azt, hogy milyen különbség van az Alföldi vidék és Paks között nektek mennyire volt nehéz átállni, megszokni ezt az itteni légkört? Mert én szerintem azért más. Én, én nagyon szeretem az Alföldet, és imádok visszajárni én is haza, a másik otthonomba, de, de tulajdonképpen azért más. Miben volt nektek a leginkább más? Hát igazából még nagyon fiatalok voltunk, úgyhogy annyira nehéz nem volt az átállás, Nyilván ahonnan mi jöttünk, az egy nagy mezőváros, tehát egy egészen más, egy nagy területen elterjedő város. Ott mindenhova biciklivel lehetett menni, vagy gyalog, mert akkor még annyira nem volt autó. Itt azért a biciklizés az elején kicsit, a kicsit dombokon se volt egy könnyű feladat, de egyébként ez egy egészen más szerkezetű, más összetételű város. Ez hozzá kellett szokni nyilvánvalóan, de úgy gondolom, hogy ez, aki idejön, rövid idő alatt ezt magáivá tudja tenni. 2019-ben, mikor indultál, ugye akkor elmondtad, hogy azért azon a területen indulsz, mert ott laktatok annak idején panelban, hogyha jól tudom, de most már családi házban vagytok, igaz? Így van, 2017-ig laktunk a lakótelepen, tehát 30 évet töltöttünk a lakótelepen. Az egy külön élmény volt. Én kertesházból kerültem a panelbe. Pont ezért <laughs> kérdezem, mert ez, ez, itt a nagy kemény. Én kertesházból kerültem a panelbe, hát azt meg kellett szokni először, hogy úristen, mellettem, fölöttem, mindenhol minden ö, zajlik, minden hallatszik, de de annak is megvolt a maga szépsége. Egy lépcsőház nagyon jó közösséggel, amilyen nagyon jó közösség volt, ö, összetartó rendezvényeket, karácsony, szilveszter tartottunk magunknak. Tehát az egy nagyon jó közösség volt. Ez meg egy más. Ez a nyugalom, itt is egy nagyon jó terület a Toldi utca nyilván, kedves szomszédokkal, de ez egy egészen más terület, tehát visszakerültünk a kertesházba. És hogy képzeljem el, akkor az alföldi ismeretek újra felsejlenek? Tehát akkor van egy kis paradicsom, egy kis paprika, vagy azért ennyire ne nézelek időmilliómosnak? Volt rá kísérlet a paradicsomra és meg a paprikára is, de hát igazából annak ellenére, hogy az édesanyám agrármérnök lövésem nincs a zöldség és gyümölcs termesztéshez. Vannak gyümölcsfáink, azzal a férjem birkózik, úgyhogy azért próbálunk visszatérni az alföldi élethez. Nos, hát kedves hallgatók, én bizok benne, hogy az elmúlt egy órában nagyon színes kalandra invitálhattunk titeket a vendégemmel, és hát azt tudom még üzenni, így lassan letelve a 9 és 10 közötti óránknak, hogy maradjatok velünk, hiszen nagyon-nagyon színes órával készülünk nektek kollégáimmal a következő órában is, úgyhogy tartsatok velem az egy óra híresekkel is, nem hárma leszünk, négyen. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm vendégemnek, hogy elfogadtad a meghívást, és eljöttél így vasárnap délelőtt is, és egy kicsit beszámoltál arról, hogy milyen kalandra indultál. Köszönöm szépen Antoni Józsefné Editnek. Köszönöm szépen a meghívást, és további szép napot kívánok mindenkinek. És remélem mindenki jegyzetelt, mert szabá lehet fogni, hogy mi mindennel lehet keresni. Bál, tombola, adventi kézműveskedés, képviselőség, igen, az a bizonyos lakótelepi terület rész, hol nincs pat, hol vannak problémák, úgyhogy merjük keresni, merjünk neki szólni, én jó magam is merek majd keresni és szólni, hiszen ott lakom én is. Na de most már tényleg abbahagyom és elbúcsúzok én is, Somod is, hogy most ezt hallottátok az elmúlt egy órában, és tudjátok, nem megyek haza. Sziasztok! Adásban voltunk! Minden vasárnap délelőtt Paks és környéke aktuális témáit, eseményeit hozzuk adásba. Vendégeink adásban értékelnek, elemeznek, beszámolnak, hogy tájékozottak legyetek. Adásban! A Paks FM közéleti magazinja. Minden vasárnap délelőtt 9 és 10 óra között.